Debrecenben újabb állomásához érkezett a Zöldváros program megvalósítása. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy Debrecenben a meglévő zöld területek megújuljanak, minél több zöld környezet vegyen bennünket körbe, és olyan közösségi tereket alakítsunk ki Debrecenben, ahol az emberek jól érezhetik, otthon érezhetik magukat. A Zöldváros legfőképpen ezt a célt szolgálja, és nagyon fontos azt elmondani, hogy 10 városrészt érintően, hogyha végére érünk ennek a programnak, 10 városrészt érintően fog a Zöldváros program különböző fejlesztéseket, beavatkozásokat, új zöld területeket létrehozni, és ebből 9 olyan terület, ahol lakótelepi környezetben élnek az emberek Debrecenben, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a Zöldváros program nekik segítsen, az ő otthonaiknak a környezetét szebbé, barátságosabbá, zöldebbé és tisztábbá tegye. Összességében a Zöldváros program Debrecenben, hogyha végére érünk, akkor egy 500.000 négyzetméter területen fog megújítást eredményezni, és több mint a fele ennek a fejlesztési területnek, a zöld területeknek a fejlesztését jelenti, parkoknak a megújítását, rendbetételét, új fák, növények telepítését gyakorlatilag. Itt a Sóház város részben, ami az egyik legrégebbi lakóterep Debrecenben, gyakorlatilag a fejlesztési terület egy 16.000 négyzetmétert jelent összességében, ebből 11.000 négyzetméter, ami zöld területeknek a megújítását, felújítását, parkosítását, új fák ültetését jelenti. Ez fogja szolgálni az itt élőknek az otthonosabb, barátságosabb környezet kialakítását. Összességében közel 50 darab új fát fogunk ültetni, és a meglévő növényzetnek a ápolását, gondozását, rendbe rakását is el fogjuk végezni. Ezen túlmenően közösségi tereket is alakítunk ki, hiszen egy egészen komoly új játszótér is fog itt épülni ezen a mögöttünk lévő területen, mintegy 700 négyzetméteren. Kondipark is fog épülni, gyakorlatilag szintén itt ezen a területen, és a meglévő sportpálya is meg fog újulni. De próbálja a fejlesztés komplexen kezelni az itt élőknek az életét, és olyan beavatkozásokat tenni, ami kényelmesebbé, komfortosabbá teszi a mindennapjaikat. És ennek fontos része az, hogy az Alkotmány utcán az aszfaltburkolat is egy 100 méter hosszan meg fog újulni. A városrész önkormányzati képviselőjeként nagyon nagy örömömre szolgál, hogy ezt a városrészt, a Sóház városrészt is be tudjuk kapcsolni a Zöld Város programnak a vérkeringésébe. Egy nagyon régi városrészről van szó, történelmi múlttal, hagyományokkal rendelkező városrész, amelyre az elnevezése, a Sóház elnevezés is utal. Tehát azt gondolom, hogy nagyon helyén való és időszerű volt ennek a városrésznek is a megújítása. Amint a polgármester úr is mondta, ennek a fejlesztésnek köszönhetően az itt élőknek az életkörülményei komfortosabbá válnak, mind a közlekedés, a gyalogos közlekedés, az autós közlekedés tekintetében is. A fejlesztés sorából a kettőt szeretnék igazából kiemelni. Az egyik nagyon fontos, egy új 13 elemből álló játszótérnek a létesítése, a másik pedig egy 9 elemből álló kondiparknak a megépítése lesz ezen a területen. Ezek a nevükön túlmutatva nagyon szeretnénk, hogyha valódi közösségi térként szolgálnának, és az itt élő fiatalok, gyermekek igénybe vennék ezt találkozásaikra is, nem csak játékra, illetve sportolásra és az egészséges életmódjuk megőrzésére. Külön szeretném még hangsúlyozni, és a játszótér esetében ez a tervezéskor kifejezett kérésem volt, hogy a játszótéren egy pergola is épülhessen. Ennek a kérésemnek az volt az oka, hogy amíg a gyerkőcök játszanak, addig a szülők, az édesanyák a naptól védett helyen tudják felügyelni gyermeküknek az időtöltését. A környezetvédelemről és az egészséges emberi környezetről nem beszélni kell, hanem cselekedni kell. Azt, amit Debrecen csinál, amit a Zöldváros program tartalmaz, az gyakorlatilag erről szól. Nem beszélnünk, hanem cselekszünk. És a cselekvéseknek konkrét és kézzelfogható eredménye van. Bizonyára ezt is számtalan aktával lehetne dokumentálni, de annak sok értelme nem lenne. Ennek is sokkal kézzelfoghatóbb és a hétköznapi élet szempontjából sokkal több eredményt hozó végkifejlete lesz. Elmondták előttem a alpolgármester úr, képviselő úr, hogy ez mi mindent jelenthet az itt lakók számára. Én szeretnék még egy szempontot felvetni. Ahogyan a Fényesudvari lakóteletnél is látszik,
ugye itt van a szomszédban szinte. Ugye ezen a részen is elindult egy olyan folyamat, ami a szó jó értelmében egyfajta lakosság kicserélődést jelent, nevezetesen, hogy egyre több fiatal pályakezdők, fiatal családok jelennek meg ezen a részen is. Ez egy nagyon régi lakórésze a városnak, és nyilván ez a természet, a biológia vastörvénye szerint bekövetkezik, hogy bizonyos értelemben és bizonyos idő után generációk váltják egymást. És ahogy itt a környéken, akár Csengő utcán is látjuk a házfelújításokból, az látszik, hogy az itt lévők fontosnak tartják a környezetüket, élhető, számukra kedves lakókörnyezetet szeretnének, és itt egyre több és több házban látunk arra példát, hogy új családosok, új lakók jelennek meg.